Sziasztok, én Kovács Zsolt vagyok, a Szabó Kálmán tehetségprogram főkoordinátora. Immáron majdnem egy éve, és jelenleg egyetemista a Budapesti Corvinus Egyetemen. Először én egyébként ösztöndíjas voltam, aztán később az egyetem alatt csatlakoztam a szakkollégiumi mozgalomhoz, majd ezen keresztül jutottam oda, hogy jelentkezzek a főkoordinátori posztra, és a vége az az lett gyakorlatilag, hogy megválasztottak, mint első ösztöndíjas főkoordinátor, és ez most is tart. A tehetségprogram egy felsőoktatási szabályozásnak az eredményeképpen született, ugyanis 2012-ben az államilag támogatott közgazdász képzések nagy részét csökkentették, és egy maroknyi csapat összeült és kitalálta a programnak az alapjait, ugyanis szerettek volna minél több diáknak lehetőséget nyújtani, hogy a Corvinus Egyetemen vagy esetleg az ELTE-n folytassák a tanulmányaikat. A programba végzős középiskolások jelentkezését várjuk, akik a Budapesti Corvinus Egyetem társadalomtudományi, közgazdaságtudományi vagy gazdaságtudományi karára szeretnék beadni a jelentkezésüket. A program keretében ők gyakorlatilag pénzügyi és személyes támogatást kapnak egy éven keresztül, majd a pénzügyit sajnos nem tudjuk költségvetési okokból folytatni egy éven túl, viszont a személyes kapcsolat megmarad, és mentorokon keresztül tudjuk segíteni a diákokat. Olyan diákokat keresünk, akik tehetségesnek mondhatók. Ez alatt egyébként sok mindent érthetünk. Lehet itt nyelvi készségek, vagy verseny eredmények, vagy egyébként hajlam arra, hogy ilyen dolgok iránt érdeklődőek legyenek a diákok, illetve másfelől ők szerényebb anyagi körülmények közül jönnek, akiknek alapvetően nehéz az, hogy kiszakadjanak a családi közegükből, és felköltözzenek Budapestre a nagyvárosba. A felvételit alapvetően két részre bontottuk. Az első rész egy pályázási időszakból áll, amelyben a diákok olyan dokumentumokat állítanak össze, és juttatnak el hozzánk, amelyekben a tanulmányaikat igazolják, ezekben vannak bizonyítványok, nyelvvizsga bizonyítvány, egyéb versenyeredmények, illetve a szociális hátterükről további információkat kérünk be, mint például a családon belüli jövedelmek, a főbb kiadások, kikkel élnek együtt ezek az emberek. A pályázási időszak lezárása után igyekszünk minél több diákot behívni egy második fordulóra, amely két próbaérettségi megírásából áll, illetve egy szóbeli meghallgatásból, amelyen keresztül igyekszünk minél több információt begyűjteni még a diákról, illetve az ő motivációiról. Eddig minden évben 10 diákot válogatott be a felvételi bizottság a programba, és ugye a program ösztöndíjának elnyeréséhez még egy feltételt kell teljesíteni, egy olyan érettségit kell írni, amely segítségével bejutnak a Corvinusra vagy az ELTE-re, és ekkor lesz gyakorlatilag teljes az egész. A szervezetben alapvetően önkéntesekre kell gondolni, tehát igazából ilyen valódi szervezetet nehéz elképzelni a program mögött, de mégis azért vannak kisebb formalitások, mint például a koordinátorok köre. Mi szakkollégisták vagyunk, a Heller-Farkas szakkollégium és a Rajk szakkollégiumból gyakorlatilag csatlakozunk, illetve jelentkezünk ezekre a pozíciókra, és általában ugye az a pikantériája ennek a dolognak, hogy ez egy évig tart. Tehát innentől kezdve mindig az egy ilyen plusz kihívás, hogy a tudás átadásod megfelelően történjen az új csapatok és a régi csapatok között. Illetve ugye a mentorok még, ami egy nagyon fontos csoportja azoknak, akik a program iránt elköteleződnek és a programban tevékenykednek. Ők is alapvetően szakkollégisták, és próbálnak minél több praktikát és tanácsot adni az ösztöndíjasoknak az egyetemi és a saját ilyen magánéleti kérdésekben. Hát, hogyha ezen kellene gondolkodnom, akkor egy olyan metaforát használnék, hogy vannak a karbantartók, és a karbantartónak van egy ilyen mesterkulcsa, ami, hogyha valami kulcs elvész, akkor ő ezzel ki tud nyitni bármilyen ajtót.
Szerintem én is egy olyan mesterkulcsot kaptam az ösztöndíj program segítségével, amellyel nagyon sok ajtót kinyithattam, nagyon sok lehetőség kinyílt előttem az egyetemen, sőt a program nélkül valószínűleg nagyon nagy lemondásokkal, vagy egyáltalán nem tudtam volna megkezdeni a tanulmányaimat. Viszont a program segítségével tényleg megtaláltam azokat a közösségeket és szakmai utakat, amelyek engem érdekelnek, és ezek segítettek. Az idén felvételizőknek azt javasolnám, hogy gondolkodjanak abban, hogy milyen utakon tudnának elindulni. Nem baj, hogyha még kevés kézzelfogható ötlet jön, de mindenképpen érdemes a továbbtanulás és a mondjuk a Corvinus Egyetemben vagy az ELTE szakjaiban gondolkodni. Nyilvánvalóan az egyik az, hogy tanuljatok, mert hogy az érettség ez egy fontos dolog, ez egyértelmű, meg azt is üzenném, hogy ezeket a lehetőségeket, amelyek adódnak az életben, mindig meg kell ragadni, és maximum nem sikerül, de hogyha meg se próbáljuk, akkor hogyan szeretnénk tovább menni, tehát hogy mindenképpen próbáljuk meg ezeket a lehetőségeket. Alapvetően jó hír az, hogy egyre több lehetőség van az egyetemen, minél több opciót kínál mind a helyi hallgatói önkormányzatok, illetve a szociális bizottságok, és vannak még ezen felül nemzetközi ösztöndíjak is. Alapvetően két csoportra osztanám ezeket a lehetőségeket, vannak amelyek szociális alapúak, ilyenek a rendszeres vagy a rendkívüli szociális ösztöndíj, vagy vannak olyan ösztöndíjak is, amelyek valamilyen szakterülethez is kapcsolódnak, és egy kicsit határon mozognak azzal, hogy a szociális körülményeket is nézik. Ilyen például a Sárd Győző Alapítvány ösztöndíja. Ha valaki alapvetően szakmailag kiemelkedő, akkor tisztán ilyen ösztöndíjak is léteznek a felsőoktatásban. Van ugye a tanulmányi ösztöndíj, ami alapvetően a jó átlagú diákoknak jár, nem is kell külön pályázni, illetve vannak azok az ösztöndíjak, amelyek valamilyen program, állami vagy nemzetközi programnak a hatására jön létre. Ilyen például az új nemzeti kiválósági program, amely keretén belül igazából 10 hónapon keresztül támogatáshoz tud jutni a hallgató, és a végén TDK dolgozatot kell leadni, ami például jó gyakorlás lehet egy szakdolgozat megírása előtt. Van még egy terület, amit eddig nem említettem, azok a, hogyha a nemzetközi vizekre szeretnénk evezni tanulmányaink során, a tengeren túli támogatások, az Erasmus Plus, illetve a Campus Mundi, vagy a Tempus közalapítvány támogatásával létrejött ösztöndíjak segítségével ezeket a tanulmányokat is sokkal könnyebb, legalábbis anyagilag folytatni a hallgatóknak.